Üdvözlök szépen mindenkit ismét. Azonnal betöltök mindent, és már is kapjátok a játék képét, ahol jelenleg éppen becsöppentünk az After2 eSports összecsapásába, ahol jól állnak helyt jelen pillanatban a srácok. Most ne lesett, de Speed Demon megérkezik, Kék Lul pedig jön, és meg fogja ölni a közsőjelbe maradt ellenfelét. Így is van. Ezzel már is a 9. kört szerzi, meg az Afterglow eSports. Ja, az, aki maradt és nézte a közvetítést eddig, az tudja, hogy most eredetileg be volt tervezve az óvóbácsik mérkőzés, ott viszont elég hamar nyerni tudtak a srácok, így viszont most az Afterglow eSports mérkőzésében úgy gondoltam, hogy ha már van lehetőség, akkor csatlakozzunk be, úgyhogy én időközben folyamatosan frissíteni fogom majd a MOOBot parancsait, hogy már ennek a mérkőzésnek az eredményeit, illetve információit tartalmazza. Ettől függetlenül bízunk benne, hogy itt a Stage Fight ellen az Afterglow tud majd nyerni. És... hát nem tudom... Benzort... A srácokat nem ismerem, ezt be kell, hogy valljam, de mivel magyar érdekeltségű meccs, mindenféleképpen szeretném azt, hogy ezt lássátok. Én közben próbálok picikét informálódni és kapcsolatot teremteni majd az Afterglow eSports-on, esetleg ők is adnának egy interjút, ugye ez nem volt lebeszélve, így lehetségesen azt mondják, hogy köszönjük, nem, ettől függetlenül bizakodó vagyok, és hát jelenleg az emberelőny most így oda lett, ettől függetlenül Bén még van egy játékos, az akinek lehetséges az, hogy megállítja a támadókat. Egészen eddig jött egy graffiti, és az ellenféltől nagy örömükben. És... megvan még a Crux. 8 HP-ban nem tudott elsomfordálni. És megvan Citrix is. Ez így jó. És... megvan utolsó Stefko is, és innentől kezdve a kör is megvan, és ezzel a 10. kör tudja összeszedni a Stage 5. És én már is írom át az eredményeket, vagy a lehetőségeket. Ugye most a Stage 5 eSports játszik az Afterglow eSports-al, már mindenki eSports, ahol jelenleg a Stage 5 vezet 1-0-ra, az mondjuk stimmel, mint az előző mérkőzésen, csak hát ugye máshogy kezdődött. Haladnak előre a védők, elég agresszívan, de sajnos ez inkább most a terroristáknak szerzett előnyt, hiszen könnyedén le tudták ölni az ellenfelüket. Valahogy ezt az ember átrájt, ezt kellene bulizni, de ez sajnos nem jön össze. Már is csak Kéklul marad egyedül. Stefkot ugyan el tudja vinni, de ettől függetlenül megvan a kör így a Stage 5-nak, de utolsó körben lehet látni, hogy van bőven pénz CT oldalon, és így tudnak vásárolni. Úgyhogy ez így mindenféleképpen azért előnyös a magyar srácoknak. A Stage 5-ról én az, amit itt látok, hogy egy német érdekeltségű csapat, és valamiért úgy emlék, hogy van magyar csapat hasonló névvel, és már lehet. Snow kezdik közben a fregelést, aztán Speed Demon visszalövi. A füstöt, ott ellenfél nincsen. És... na... ott nem.
sikerült ellőni. Ott valaki ugrott, ezt Farenzor észrevette, és adta az infót. És Szilárd megölte Stepkót. Így ennek most biztos, hogy nem örül. Ó, hát viszont az AWP esett. És megvan Bennett is. És most Benzort viszont hátba lövik. Na, a bomba lekerül, de ettől függetlenül kettő védővel azért van esély arra, hogy ezt visszafoglalják a CT-k. Valahogy össze kellene játszani mind a két játékosnak. Picit zajongani. Ajjaj, Szilárd ezt itt most benézte. És megvan végül, és még a diffuse-ra is juthat idő. És megvan az 7 körös előny így az Afterglow eSportsnak. Nem tudom jelen pillanatban, hogy ki melyik pályát választotta, vagy hogyan alakult. Úgyhogy ez így, azt mondhatom, hogy még szerencsés. Az első pályát is éppen hogy csak elbukták az Afterglow eSports játékosai. 16-14-re tudtak csak nyerni a Stage 5 német tagjai. Stefko elég erősen kezd sajnos ez az USP-vel. Most viszont Cash jelenleg inkább a magyaroknak fekszik. Bízunk benne, hogy ez így alakul, és utána egy olyan overpass láthatunk, mint amit láthattunk az Overwatch-től, miközben Krux lő egy duplát sajnos. És azért Benzor visszalő, a bomba viszont érkezik B-re. Ezt ilyen szempontból megették a CT-k. Benzor, ott kellene még elméletek kettőt ölni. Szerencsére a bomba lekerült, így ha bukják is a kört, azért most ezután nem vásárolva mennyire tudnak vásárolni, de hát miért beszélek feltételes módban ilyeneket, mikor megnyerik a kört, így tovább növelik az előnyt a Stage 5-hoz képest, és eléggé magabiztosan haladnak előre, ahhoz, hogy ezt a mapot megnyerjék. És ugye, mint azt az interjúban is beszéltük, és látni lehet az ágrajzon, amit a bracket parancsal értek el. Itt bizony jelenleg úgy működik a rendszer, hogy az, aki itt nyer, az lesz majd az óvóbácsik ellenfele. Úgyhogy ennek megfelelően az óvóbácsik remélhetőleg nézik ezt az adást. Miközben Speed Demon kezdi meg a fregelést, azonnal Krux lesz az áldozata. Próbálnak wallbangelni a németek is, hogy korábban ők haltak meg, de Snowot ellövi Szilárd, Bennett viszont egy csúnya teljes visszalő dezertel. A bőnben kettő német, azonnal vonulgatnak visszafele, vagy egy picit visszakúzódnak. Speed Demon ellövi Stepkót, ez így még fekszik a magyaroknak. Ciclix, hát végül nem tudott embert ölni, legalábbis annyit, amennyit szeretett volna. Szóval, mint említettem, aki így győz, az játszik majd az óvóbácsikkal, illetve a Rogue Warriors is megnyerte a mérkőzést, és automatikusan tovább írta az ágra, az viszont én ráírtam Speedy-re, hogy kérdezem őket is egy picit a mérkőzésről, mert elküldték nekem az összes adatot, hogy azt is közvetítsem, de egyszerre egy meccset tudok sajnos. Óvó bácsik meg még az egész rendezvény előtt kerestek meg hetekkel, Farenzor. Ez itt nagyon jó, eddig megvan a 3-as entry. Bomba lekerül
a két CT-nek pedig vissza kell foglalni. Szóval a Rock Warrior ellen most óvtak egyet, ettől függetlenül én bízom benne, hogy ez az eredmény, ez így megmarad. Hiszen elég jelentős volt mondjuk az az Infernum 16-2, hogyha jól emlékszem. És akkor elmondhatjuk, hogy az a három csapat... És nem. Most látom, hogy elvették a Rocktól a mérkőzést. Ezt sajnálom, hogy ez így alakult. Remélhetőleg a srácok még azért ez ügyben valamit tudnak tenni. Ugye azok, akik ismerik mondjuk a Rock Warriors játékosokat, nem hiszem, hogy elmutatom, hogy mit vagy hogyan tettek le az asztalra. Személy szerint néhányan, akiket mondjuk még én is a régi időkből is ismerek. Nézzük viszont most nekem ezt a mérkőzést, az Afterglow. De azért küzd, hogy mappontja legyen itt Cash-en. És ennek megfelelően megnyerjék Cash-t, hogy utána overpasszon be tudják gyűjteni a második mapot. Nem tudom, hogy melyik pálya kié. Itt említettem ezt korábban. Szem a pisztolán. Megvan a kör, Citrix ki tudja menteni az AWP-t. Rock meccsen én belinkelem ide magát az összecsapást. Itt le van írva a leírás. Én kapom itt a protestet is igazából Spirit-től, hogy ezt lássam, de arra sajnos nem tudok rálátni. De folyamatosan stay in contact, vagy up to date igyekszem maradni, hogy pontosan mi volt. Röviden tömören a Wire-rel volt valami olyan probléma, hogy valakinek a loginje nem volt rendben, valakinek a logoutja. Nem volt GBK-nak loginja, és Supix-nak pedig nem volt logoutja. Mert nem lépett ki még a játékból, és úgy ment ki cigizni. Erre óvtak meg a németek. De ettől függetlenül tesznek azért a srácok, hogy ezt ne tudják így elvenni tőlük ezt a győzelmet. Hiszen azért teljes mértékben látható, hogy megvannak a megfelelő offline eredmények is azért a srácok neve mellett. Nem éppen a múlt hétről, hogy mit vagy hogyan tettek rá az asztalra, úgyhogy én emiatt bízom abban, hogy van lehetőség arra, hogy ezt a srácok bizonyítani tudják. Na. Ferenzor nem jár sikerrel. Na, autokamera felületet, vagy én, Speed Demon belövi. 16-4 így ez az összecsapás jelen pillanatban, és kiegyenlíti így a mapokat. Hát ez egy eléggé... hogy szokták ezt mondani? Erőt demonstráló eredmény jelen pillanatban így. Míg tölt overpass, addig én mondanék pár infót. Hát az, aki mondjuk elég régóta követi a magyar e-sportot, az annak mondjuk sem Speedy, sem pedig GBK neve nem ismerős a mostani Rockból, hiszen ők azért régi motorosok, nem is picit, hogy így fogalmazzak. Ugye Speedynek nézem mondjuk az eredményét, még Source-ban 2009-ben is már ott volt, és
hát nem kis nevekkel játszott ő egy csapatokban, egy név alatt, és ugyanígy lehet mondani, hogy Cségóban is mit alkotott. Tehát az, hogy valaki 21 lanon eredményesen szerepel, az szerintem azért, ha most abból indulok ki, hogy Kemper kapcsán milyen összefogás volt, hát biztos vagyok benne, hogy itt is a rogot megfelelő módon meg lehet védeni. Remélem, hogy up-to-date tart majd engem Speedy olyan szempontból, hogy miként, hogyan alakul ennek az óvásnak a menete, és ezt el tudja majd nekem mondani. Ettől függetlenül én bízom benne, hogy azért a magyar játékosoknak lesz majd lehetőség arra, hogy a következő fordulóban is bizonyítsanak. Viszont ameddig én itt beszél, addig elfelejtettem valamiért itt a meccsnek a csapatait átírni, illetve kiírni. De ezt azonnal pótlom. Ugye az, ami még kellene nekem elméletileg, azok a megfelelő mungbot parancsok, hogy hogy álltak a megfelelő pályákon a csapatok. Úgyhogy egy pillanat türelmet, és azt is átírom, illetve frissítem magát a pályákat. Úgyhogy ilyen szempontból nem kell aggódni. Időben szép lassan ezeket, ugye a nem betervezettsége miatt nem tudtam, vagy nem volt lehetőség azonnal mindent átírni, hiszen nem szeretem mondani, hogyha lemaradnátok magáról erről az összecsapásról. Így viszont most van lehetőség arra, hogy mindent pótolják így a szünetben. Azt mondja, hogy ez 16-4-re nyerték, és most jön egy overpass, ami nem tudom még, hogy hogyan fog végződni. Érdekesen működik a múbot időnként, de megoldjuk, ettől függetlenül. Már a mapok és már az eredmények parancs is működik, és az aktuális dolgokat mutatja, akár csak bármelyik más. És én most egy picit elszaladok, felfrissítem magam, addig remélhetőleg sikerül valami kontaktot szereznem az Afterglow eSportshoz, illetve talán informálni tudok jobban, hogy a Rogue Warriors ügyében születette valami olyan döntés, ami számunkra pozitív. Úgyhogy ne menjetek messzire, egy pár perc türelmet kérek, és jövök azonnal vissza.
Nem kezdődik el az új szám, hiszen visszajöttem, mert bármelyik pillanatban elkezdődhet a mérkőzés. Na, én nem tudok írni a konzolba, úgyhogy itt van már mindenki a szerveren. 9 ember ready is, ráadásul egyetlen egy német játékos nem. Úgyhogy ennek megfelelően én átesetem a játék képét számotokra. És hamarosan folytatódik az utolsó pályával a közvetítés. Nem tűnik lehetetlennek ez az egész. Nem tudom, hogy overpasszon mennyire erősek Farenzorék. Vagy Farenék. És úgy látom, hogy kezdenék igen csak a magyar játékosok. Úgyhogy itt még egy mapot kell nyerni. És mint említettem, az előbb látott Ovó bácsiknak a jövőbeli ellenfelét látjuk. Független attól, hogy ki nyer, hiszen az ágrajz úgy működik, vagy úgy van összeszerkesztve, hogy ennek a győztese így vagy úgy az Ovó bácsikkal kerül össze. Én pedig úgy néz ki, hogy sikerül megfelelő módon kapcsolatban lépnem majd az Afterglow eSports csapatával, és hát közvetítő keresztül, de az jött le, hogy szívesen adnak interjút is, úgyhogy ennek megfelelően itt ma még egy interjút hallhattok majd. Hát sajnos nem sikerült teljes egészében ezt a meccset végigkövetni, de ettől függetlenül lesz lehetőség arra, hogy itt ezt majd azért így vagy úgy összehozzuk. Ugye késkörre kezdünk ezen a pályán is, amit jó lenne elhozni, hogy a srácok egy számos kedvező oldalon kezdjenek. Ami viszont eddig vegyesen kezdődik, sőt, mondjuk ott volt egy kis TK, úgyhogy ilyen szempontból, ajjaj, hát ez így már nem feltétlenül annyira előnyös. Sajnos a Stage 5 nyeri az összecsapást. Én időközben Farent fel tudtam venni Steamen, úgyhogy remélhetőleg majd lesz lehetőség arra, hogy itt majd még egyetlen egy interjúval gazdagabbak legyünk a mai nap folyamán. Úgyhogy köszönöm a közbenjárását az Ovó bácsik csapatának, hogy sikerült ezt így összehozni, hogy megkapjam Fárennek az elérhetőségét. Itt bízom benne, hogy még a rogos eset az valahogy megoldódhat. Érzem, hogy megérdemelni főleg ilyen fölényes győzelem után a srácok, hogy tovább emeljék a magyar e-sport hírnevét egy ilyen nemzetközi versenyben. Ugye a legjobb 128 között lépett ők is ma pályára. És elkezdődik azonnal a mérkőzés. Este már hat a fogalmazásgátló. Szóval látható fönt, 16-14-re nyerte az első mapot a Stage 5, a másodikot az Afterglow 16-4-re, ami eléggé demoralizáló lehet, és remélem, hogy volt is a Stage 5 részére. Ugyanakkor támadó oldalon 5 játékosnál mindenkinél Kevlar, védő oldalon viszont van 2 gránát, illetve egyetlen egy Diffuse Kit a CT-knél, és így mindenféleképpen remélhetőleg az elő ezáltal a terroristáknál van. Ugye a létszám előny már megadatott, hiszen rövidről kilőttek egy ember, és azonnal fordulnak át, jönnek be B rövidről, egy embert előnek még Citrus személyében, azért Bennett visszalövi Szilárdot, ettől függetlenül a bombát nem ártana lerakni, és ezt el is kezdik most telepíteni. A támadók, egy ember megvan még lentről,
És már csak Bennett maradt az USB-vel, akit Benzor Speed Demonnak a válla fölött lő el, ha jól láttam. Ne bocsánat, Fárennek a válla fölött. Úgyhogy megvan szerencsére az előny, a kezdeti előny, és bízunk benne, hogy ezt meg tudják tartani a srácok, és tudnak vele folyamatosan előre haladni, és tovább bővíteni. Én a magam részéről örülnék, hogyha egy könnyed más harmadik mapot látnék, és meg tudnák nyerni ezt a srácok. Úgy érzem, hogy ez mindenféleképpen jól jönne nekik. Nem tudom, hogy mennyire vannak jó kapcsolatban mondjuk az előbb látott Ovo bácsi játékosaival, de a jövő héten mondhatnám azt, hogy egylakósan, hogy csak egy maradhat, hogyha így alakul jelenleg az óvás, illetve a mérkőzés képe a legutolsó birol, vagy a legutolsó mapot látva az Afterglow esetében. Szilárd, pedig Snow-t. Bennett azért megtalálja. A Citrix sajnos hátba tudta lőni ellenfelét. És Fáren azért válaszol. Benzor is. Szerencsére eddig jól alakul így a kör a magyar srácoknak. És Fáren befejezi a kört. Két ember két AK-t tud kihozni, ez mindenféleképpen fontos. És így folytatják tovább az előnyük kiépítését, illetve növelését jelen pillanatban az Afterglow eSports játékosai. Én igyekszem figyelni a fejleményeket, hogyha akad valami. Bomba megint telepítésre kerül. És azért szépen farmolnak is a srácok. Ezt így jó látni. Itt pedig remélhetőleg sokat nem tud már tenni Krux. Jó lenne azért nem meghalni. És ezzel pénzt és freget adni Kruxnak. Így is van. Se Fáren, se Szilárd nem hal meg. És megvan így a 3-0, az SMG-t pedig érdekes módon megtartja Kéklul. Hogy kik vannak pontosan az Afterglow-ban, viszont ESL szerint, hogy a neveket mondjam, van Fáren, van Benny, Chirizar 13, Nuke, Superman, Silly, illetve Spam. Úgyhogy vannak egyébként ismeretlen játékosok. Krux és Snow sajnos viszont jól lövi vissza a hosszú való támadást. Ez nekünk sajnos nem feltétlenül jó, vagy előnyös. Már is fordulnak Fáren, illetve Kéklul. Na, ott az jó lehet. Sajnos így nem. Bennett lövi el fejbe, ráadásul Fárent. Egy szem támadóként egyből, pont most érkeznek mögé. Így az első fegyveres körét hozza Stage 5. Ó, hát
Itt azonnal mehet mindenféle report a németekre, hiszen hát nem éppen túl barátságos volt az, amit beírt ide német játékosunk. A probléma az, hogy úgy tűnik, hogy nem csak én értek németül, hanem a magyarok közül az ellenfélben többen is. Úgyhogy ennek megfelelően majd szerintem, illetve bízom benne, hogy ezt azért független attól, hogy nyerik vagy kikapnak, a sportszerűséget és a megfelelő hangnemet kell támogatni. Tehát vallási, etnikai és minden más hovatartozástól függetlenül az összes ilyen toxikus megnyilvánulást nem szabad tolerálni, hanem megfelelő módon szankcionálni kell. Játékostól, elismertségtől, hírnévtől, mindentől függetlenül. Benné, azonnal meg is van neki Citrix. Ha így haladnak a srácok, akkor meg lehetne a 4-1. És már csak egyetlen egy, hát most már annyi sem él a németek közül. Így megvan a 4-1. És megvan a következő kör. Könnyedén, úgy tűnik legalábbis, hogy könnyedén haladnak a srácok előre. Bízom benne, hogy ennek megfelelően hamar rövidre tudják zárni ezt a mapot, és meg tudják nyerni. Itt jön a push CT részről, legalábbis B rövid felé. Szépen a sorokba felülnek, tehát ez nem jelent jelen pillanatban semmi előnyt. Menzor elvi, lefelezi életének egymást a két találkozott játékos. Jön rövidre egy flash, jön pocsolyába is, és ott van Szilárdtól a dupla. Aztán most viszont rászaradnak, és Stefano szerez AK-t, ráadásul a bombát is le tudja ölni. Na, most jött egy válasz, Novus megérkezett viszont. Oh, és ott az AWP-t összecserélik. Bombát le kell rakni mindenféleképpen, és ott még érkezik egy játékos rövidről. Na, hogy oldják meg itt a helyzetet? Fáren elkezd a bombát rakni, elhibázza kék túl az ellenfelét, aki 9 HP-s összesen, tehát egy golyó bármilyen fegyverből bőven és könnyedén megöli. Hát ez a flash, hogyha rások, akkor pont nem. Tudják, hogy hol van, és még fárendbe is fejezi. Megvan a kör, 5-1-re mennek így a magyarok, és haladnak szépen előre. Azt mondhatom, hogy ez így egész szerencsés alakulás, és Inferno igen erős volt a németek részéről, úgy érzem, legalábbis most látott kép alapján, hogy valamilyen módon, akár cash-re, akár most overpass-ra megfelelően összeszedték magukat az Afterglow játékosai. Ó, hát ott micsoda mid stack van a németek részéről. Speed Demon és Farenzor is lő egyet-egyet. Most kellene itt még középen, úgyis van, megvan Citrix, megvan Stefko is. Maradt Snow, 7 HP van. Hát, hogyha itt leesik, nem. Akkorát sajnos nem esik, hogy meghaljon. Pedig matchmakingen, amikor közvetítettem, akkor volt egy ilyen, mert nem közvetítettem, streameltem a saját magam szenvedését és játékát. Akkor nekem sikerült így meghalni. A bombát se kell feltétlenül lerakni, megvan a hatodik kör, és vásárolhat most a Stage 5 megfelelő korlátokon belül. Autosot érkezik Citrix-től, na csak. Az átkötőben mondjuk igazán hatékony lehet.
mindenféleképpen remélem azért, hogy nem sikerül azzal ölnie, hiszen az azt jelenti, hogy elég komoly kis pénzükni a markát. Azt pedig nem szeretném. Fáren sajnos az AVP-t veszítette el, aminek szintén nem örülök. Rövidről jön be mindjárt a támadás, remélhetőleg. Hosszra próbálnának meg kinézni. Citrix pedig kinyitotta az ajtót, próbál rövidre tartani, remélhetőleg oldalba lövik, nem jön össze, viszont már kerül egy CT játékos. Snow pedig meghal, így az utolsó életben maradt az a kerülő. Le is kerül a bomba, nem tudják még, hogy kerül Crux. Így megosztik a figyelem. Most már tudja mindenki, hogy honnan jön. Két felé kell maximum figyelni. Ugye B hosszúról érkező, vagy B rövidről érkező irányból. Hát így most a Crux ott van. Bőven ráér. És érkez... Nem, rövidet másod. Már... Speed Demon. Magát ellenfele. Így megvan a kör. Nem tud fegyvert kihozni a CT oldal, és éppen hogy túléli Benny ezt a találkozást. Hit 1, és egy újabb pisztolykör csak a Stage 5-nál. Jó azt látni, hogy ennyire egyértelműen halad, és kétséget nem tűrően a magyar csapat. Jön egy midpush kötőből, jönnek már vissza B-re, ezt kell majd most megfogni az Afterglow játékosainak. Szóval egyebet ellő, és utolsó golyókkal nem sikerült megölnie Bennettet. Már csak Bennett van egyet egy AK-val, viszont Szilárdot megöli. Na, röviden, ott kapott egy komoly sebzést Bennett. Áttolja a füstöt, de végül Fáren megállítja. Jön egy időkérés a németektől, a félidő már az Afterglow eSports vezetésével fog kezdődni, ez szinte biztos. És most az, amiért időt is kér a Stage 5, illetve azt látom, hogy van pénzük végre vásárolni rendes felszerelést, és nem tudom, átbeszélték gyorsan, hogy mi és hogyan legyen a taktika, mit kövessenek majd, hogy legyen esélyük egy fegyveres körben az Afterglow eSports ellen. Magyar oldalról 5 darab AK, nincsen AVP, védő oldalról pedig mondjuk Snow-nál van egy, aki ráadásul B hosszút nézi, viszont A hosszú jön a támadás. Crux-ra mindenféleképpen jó lenne ránézni. Ott van, végül elég komoly sebzést elszenved két magyar játékos is, de mégis ellenfelüket tudják megölni. Stefko viszont jön kötőből segíteni, és így egy magyar játékost el tud lőni. Fáradt jön és válaszol ennek megfelelően. Kettős ember előny van, a terroristákat alapul véve, vagy létszám szerint, illetve most már bomba is lent van, és Szilárd ellövi füstön, illetve félig meddig talán a palánkon keresztül ellenfelét, majd a végén Bennettel is ő végez. Hát hengerelnek jelen pillanatban az Afterglow játékosai, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy ha így folytatódik, akkor itt jövő héten magyar összecsapás lesz közvetítve az első Open League kapcsán. Igen, itt ezen a csatornán. Nézzük a most a támadást. Nem érkezett a második tagre válasz. Ó, Speed Demon, ez nagyon szép volt. És Crux jön viszont hátba, rá figyelni kellene. Szilárd sajnos meghal, és nála volt a bomba. Cruxnak egyetlen egy dezertje van. Bennettnél viszont ott van egy Swag 7.
ahogy a maketet szoktuk emlegetni, ennek megfelelően óvatosan kell bánniuk azzal, hogy itt hogyan jön például Speed Demon előre, hiszen kötőben könnyedén ráülhetett már a bombára, legalábbis a minimap alapján Bennett ilyen szempontból elég komoly elővigyázatosság igényel az, amit ő szeretne itt tevékenykedni. Kellene egy kis segítség Benny részéről, én egy flash előre. És végül az elővigyázatosság kifizetődött, hiszen Speed Demon nem halt meg, kevés HP ellenére sem. Ugyanakkor meg tudta ölni ellenfelét, és így már 10-1 az állás. És picit úgy érzem, hogy a németeknél a tryhard gombot letenyerelték körülbelül, hiszen előző körben is azért volt vásárlás, picit vegyesen vettem, de teljes mértékben összhangban egymással. Ettől függően, tüzet áttolta Benny, és 4 HP-t megszúr, de így is fregelt. Speedy is bejött röviden, és talán ez lette meg egy picikét a védőket. Megvan így a bomba plant, és van még ember előny, és moshat meg a 4 HP-s Benny. Lenzor. Jól mondani ezeket a neveket. Lassan ott vagyunk, mint valami szláv nyertél, hogy magánhangzókat nem nagyon használunk. Krux, 1v2-ben, pedig Kekrul az, aki megöli. És eléggé tanácstalan lehet jelen pillanatban a Stage 5 csapata, hogy mit kezdjen ezzel a fajta fölénnyel, amit lát és amit érzéken, és lehet látni, hogy megint elköltik szinte majdnem az összes pénzüket. Illetve össze-vissza vásárolnak egy picit. Inkább B-re ültek föl, vagy B közelében egyetlen egy A-védő van. Citrix, ahogy látom, ugye a minimap alapján. Illetve, ha minden igaz, akkor ő most megy vissza kakasból. Ennek megfelelően egy igen aktív B-stack volt a németek része, és most kezdenek el átforgatni, de a bombát addigra már Szilárd be fogja rakni. És ó, Citrix mit lő az a deserten, aztán Squidjában érkezik. Krux, az se volt gyenge. Nagyon kellene a segítség, hogy jöjjön. Szedik a bombát. Demon nem tud itt nagyon mit kezdeni a helyzettel. Megvan így a második kör a németeknek. Ott szerencsére nem veszítettünk fegyvert. Elvenni sem tudtunk a kör végén, de Speed Demon jól reagálta le ellenfelét. Csak mellé húzta. Ettől függetlenül vásárlás érkezik CT oldalon. És most kell mindenféleképpen megsemmisíteni a Stage 5 Gaminget teljes létszámában, hiszen a nyerték bukták után nagy valószínűség az utolsó két körben sem tudnának igazán mit vásárolni. Úgyhogy ez mindenféleképpen fontos lenne. És ennek megfelelően Fáren jól kezdi a kört, azonnal elvisz egy embert, sok sebzést elszenved, és most Snow öli meg végül. Ennek a wallbangek és a falon keresztül kiosztott sebzések. Fordulnak vissza A felé a védők. Nagyon megfordulnak jönnek előre a támadók, sajnos megint viszonylag elől a bomba, és az esik el, de Speed Demon lelövi Stefkót. Ennek megfelelően így legalább a létszám egyenlő. 3-3 ellen támadhatnak magyar srácok. Bomba esett, Krux most lövél, Speed Demon, Snow, Kekrult és Szilárd. Hát sajnos
túl sok mindent nem tudott tenni. Vásárolni viszont így is tudni kell. Érdekes megoldás az viszont, hogy ketten vásárolnak AVP-t. Viszont úgy látom, hogy azért Szilárdnak tudtak dobni egy AK-t. Nagyban ezt is igen, Benzor volt az, aki eldobta ezt a fegyvert. Jó lenne egy 11-4-en fordulni, és akkor egy viszonylag könnyedebb CT oldalt és teher nélkülibb játékot tudna az Afterglow eSports mutatni. Túloldalról is legalább. Van ideje bőven a magyaroknak ahhoz, hogy amit lehet feltérképezzenek, kidobáltassanak egyetlen módon ellenféltől. Az a hajszerűt ott azért eléggé sebzett. És ennek megfelelően azért, itt az összmunka most szépen működött a két magyar között. Mindenféleképpen kell ez a kör. Ott falon keresztül ki lehetne pötyögtetni. Stefko azonnal érkezik már vissza. Szóval előtt egy ember. Stefko. Ajjajjaj, ez egy kár volt. A bomba lekerül. Sajnos egyetlen egy ember tudott ellőni, még Benzor halála előtt. Megint érkezik egy füst. Ninjába nem is kell leszedni, előbb ölik meg ellenfelüket. Így viszont 11-4 a félidei állás, és így tudnak majd fordulni a németek ellen védő oldalra egy német pályán, hiszen mindenhol német feliratok vannak. Úgyhogy maga overpassnak a színhelye az egy német kis terület, és lehet látni a fregeket, viszonylag egységesen fregel Fáren, Benny és Speed Demon, Szilárd és Kekrul az, aki egy minimálisan lemaradva, de követi csapattársait, a németeknek pedig azt mondhatom, hogy teljesen egységes ez a fregelés. A damage kiosztásban jobban kezdenek jelenleg a magyarok, Bennett az, aki kapott egy golyót, és nagyon úgy tűnik, hogy mindenki hosszú fele indul el, és azonnal Speed Demon már is picit neki kell nézelődni. DC-k felől még jönnek vissza, Bennett azonnal megölik. A bomba kötőbe elindul, vagy A lesz a cél, az itt a nagy kérdés. Jönnek az A-füstök, a bomba viszont megy kötőbe, mint ahogy említettem. Kekló viszont itt van és hallgatózik. És a CZ-vel egy embert el tud vinni. Na, Fáren egy embert ő is elvisz. 2-3 ellen Szilárdnak van diffuse kitje, viszont onnan fentről Heavenből amit alkotni kell, főleg úgy, hogy érkeznek mögéjük. Név szerint pedig Citrix. Csak ne késeljen meg Szilárdot, szerencsére ez nem történt meg. Ettől függetlenül Speed Demonnak vigyáznia kell. Most jön vissza ellenfeléért. Szerencsére meg is van. És a Diffuse Kittet összeszedi. Még teljes HP van. Egészen eddig sajnos. Snow az, aki végül megállítja. Így megvan az ötödik kör a németeknek. És folytatódik tovább a hajsza. Azért, hogy ki nyerje meg ezt a pályát. Nagyon bízunk benne, hogy itt jelen pillanatban ezt a kört lehozza az Afterglow eSports, hiszen forszoltak, így van esély arra, hogy ez összejöjjön. Kettő darab SMG, egy AK és egy Scout jelen pillanatban Terror oldalon, és van esély arra, hogy ez összejöjjön. A létszám jelen pillanatban kiegyenlítődött így, főleg most így működik. Van egy SMG, volt egy SMG Benny-nél, most pedig
egy ákát összeszedett fáren. Ez még így nagyon jó is lehet. Van egy ákája, van kevó hozzá, nagy kevó ráadásul, és van CZ is. Amilyen nincsen azok a gránátok. Sajnos viszont a Citrixnek a lövését nem tudta lereagálni fáren, és így ez a kör is a németekhez kerül. Az az egy AK-t azt azért ki tudta menteni. Úgyhogy így most jelen pillanatban a németek jönnek előre, és egy flash, egy P250 a magyar oldalon, ez az összkiadás erre a körre. Jön mindjárt, emlélhetőleg itt ki egy flash, és nagyon jó ütemben érkezett, el tudnak lőni ezért egy embert, sajnos csak egyet. Keklur azért előtt Stafford is, többet nem tud. A németek számítottak azért erre, és vissza tudtak flash-elni, ami megzavarta a magyar támadó, egy kitámadó védőket, inkább így a helyes megfogalmazás. Haladnak előre, a srácok vásároltak, van defkit is, szolid mennyiségben gránátok, AWP nincsen, viszont nem is feltétlen probléma ez, úgy érzem. Nem minden környezetben, vagy nem minden esetben feltétlen szükséges. Nagyon sok damage-et kapott Snow. Ez a gránát viszont 4 HP-t vett csak le róla. Citrix is kapott sebzést, aztán most végül Snow meghal. 2 darab támadó már így áldozat, már 3, ez így nekünk nagyon kedvező. Össze lehet szedni szép lassan az AK-kat, és egymaga ott van Bennett, aki szintén a magyarok áldozatává válik. Ennek megfelelően itt már 12-7 a magyaroknak, és érdekes a vásárlásen Snow többet halt szerintem a kelleténél, és emiatt nincsen neki fegyvere, elég pénze. Krux úgy tudott AK-t és nagykevót venni, hogy ugyanannyi pénze maradt, mint a többieknek. Ennek megfelelően jönnek előre, vissza kell ott lőni a támadókat. 2 eset, na gyerünk, ó, az a Deserter Citrix még azért alkotni tudott. Ő is meghalt végül, és Krux az egyetlen AK-s. Őt kellene még megállítani. Nála van a bomba. Egészen eddig 13-7. Közeledünk a map és matchpointhoz. És közben, hogy a fregekre is ránézzünk, lehet látni, hogy a németeknél Krux egy picit kezd lemaradni a többiekhez képest. Magyar oldalon pedig 20 fölött van már Fáren, illetve Benizor. De remélhetőleg az interjúban majd erre is lehetőséget kapok, hogy mindenki az ismertebb nicknevét használja, vagy mondja meg. Illetve, hogy hogyan kellett volna ejtenem azt, amit jelen pillanatban látok. Snow jön előre. Hopp, az a gránát az... Biztos, hogy nem volt a kedvenc fogadása, vagy fogadtatása. Stefko érkezik Speed Demon mögé, sajnos meg is tudja ölni. Jó egymás fedezése, viszont án a CT-ktől. Nem szabad viszont maximálisan otthagyni a B lerakót, azon a fordul is vissza a 7-es számú Szilárd. Fáren, Benetet. Citrix azonnal visszalő, azonban esik végül. A Krux maradt megint egyedül. Mint említettem az előbb, és láthattuk, és ő jelen pillanatban a leggyengébb német játékos. Bízunk benne, hogy ez most nem fogja megcáfolni. Jön szépen előre. Megpróbálja bekerülni ellenfelét. Oho, ott kirogsan csak egy vége. Krux megöli így Keklult. Leugrik. És ott láthatja azonnal. Így is van, meg is van. Az idő kevés volt.
sietnie kellett, és ez megbaszolta magát, hiszen nem tudott úgy körbenézni a lerakón, és így le tudták őt lőni telepítés közben, ami annyit jelent, hogy 14-7 az állás, és egyre közelebb az Afterglow eSports ahhoz, hogy itt és most megszerezzék a győzelmet rövid perceken belül. De lehet látni, a fegyverek nem éppen ideálisak egy támadáshoz. Faren, megvan az entry. Nem kellene annyira előre menni az AWP-vel, főleg nem így. Most így van már egy AWP-jük támadóknak. De Szilárd visszalövi őket. Citrix, mint egyetlen egy élő játékos támadó darab, egy elég durva fejest kioszt. Nem tudja összeszedni az M4-et. Ott van mellette is egy fegyver a lépcső fele, csak azt mondta, nem vette volna észre. Nyilván ez nekünk nem feltétlen probléma. De megvan, így végül Kekrul részéről lett meg a frag. És megvan a map pont és match point egyben. És nézzük, hogyan alakul. Hát a létszám előny az megvan jelen pillanatban, de még hogy nem sok német játékosa maradt életben, szó szerint kettő, Stefko AWP-vel, aki mondjuk most el is lövi Fárent, illetve most látható Krux öl egyet. 2-2 lesz így, és sajnos szerez Krux egy AK-t. Mindenféleképpen ez így nem feltétlenül annyira előny. Kettő a kettő ellen. Lekerül ára a bomba. Ez így nem teljesen nekünk kedvez. Nézzük azonban, hogy a visszafoglalás sikerrel jár-e. Ugye egy védőjátékos, ahogy a minimapon látható, ott van bankban. A másik az WC felől közelít. Egy AWP és egy AK ellenében kellene itt valahogy visszafoglalni a lerakót. Megvan az AWP! És Speed Demon belövi a legjobb 64 közé a magyar csapatot, és így 16-7-re megnyerik Overpass-t. Ennek megfelelően jövő héten teljesen magyar összecsapás lesz az Afterglow eSports és az Óvó bácsik mixe között. Mivel én időközben már megkaptam a TS adatokat, nem sokára megyek föl a megfelelő TS-re, és elbeszélgetek a srácokkal. Bízom benne, hogy segítő készek lesznek. Velük még nem volt szerencsém semmilyen interjút készíteni. Úgyhogy ettől függetlenül bízom benne, hogy sok kérdésre választ tudnak majd adni. Úgy is van, elméletileg mindjárt érkezem a TS-re. És már csak meg kell találnom azt, hogy melyik szobám. Ó, meg is van. Ha meg huszár állam. Sziasztok, srácok! Hello! Hát először is gratulálok a győzelemhez. Köszönjük szépen! Nem volt betervezve, hogy őszinte legyek az, hogy titeket is közvetítelek, viszont hát jövő héten magyar csapatok ellen játszotok. Illetve teljesen magyar összecsapás lesz, hiszen Óvó bácsiék az ellenfél. Így van. Viszont, hogy egy picikét felvezessük az interjút, én korábban már összeszedtem pár gondolatot, hogy hogyan, miként faggassak ki bárkit, akivel kapcsolatba kerülök ilyen közvetítés alatt. Először is nem feltétlen voltam képben azt, hogy pontosan kinek, hogyan, miként ejtem a nevét, úgyhogy emiatt, hogyha visszanézzetek, elnézést kérek. Nem mindenkinek lehettek ismertek, én is ilyen szempontból szenvedek hiányosságokat, úgyhogy ha
Ez nem jelent gondot számotokra, akkor én szeretnének megkérni titeket, hogy egyesével egy picikét mutatkozzatok be, illetve meséltek pár szóval arról, hogy mióta játszotok, illetve mióta vagytok mondjuk az Afterglow eSports csapatának tagjai. Hát így van, sajnos ketten kifagytak már időközben, voltak internet problémák az egész mérkőzés alatt, szóval a nevükben beszélek majd én, a többi két fiatalember pedig itt van. De akkor kezdeném inkább magammal. Szóval én Farem vagyok. Nagyjából szerintem a magyar közösség nagy része ismer, mert régen elég utált személyiség voltam itt a közösségben. Sokan csalóztak, és hagyd ne mondjam, rossz jelzőkkel illettek. Aztán most úgy néz ki, hogy ez a nagy, hogy is mondjam, ilyen rage hype ellenem így megszűnt. És most már egyre befogadóbbak velem, szóval hát nagyjából 6 éve csézek, és talán 6 vagy 7 ICL-en vettem részt, amin a legjobb eredményem az az 5.-8. hely volt a spammel és PNG-vel, aki Keklu néven játszott most. Akkor ugye Benny, nem hiszem, hogy sok ember számára ismert lenne, viszont ő is velünk volt Laron, illetve még talán egy ICL-en volt Vácon, arra tudok, de ott nem volt nagyobb eredménye, és talán egy 3 vagy 4 év bejátszhat. És mert a többiek visszaértek, szóval ők is tudnak magukról beszélni. Akkor Szilárd, folytatod a sort? Magadat kéne bemutatni. Mesélj csak rólam, úgyis hát szeretem. Én nem fogok tudni, szóval ezt folytasd, úgyis ez csak egy ilyen mix volt. Szóval ez egy ilyen, igazából egy baráti társaság. Uh-huh. Tehát így négyen, Benny, Keklul, illetve Spammel, mi négyen így ilyen nagyon baráti viszonyban vagyunk, tehát együtt voltunk Lannon is előző nyáron. Szilárdot pedig így most hát így underdogként, tehát tényleg szerintem nem nagyon sokan ismerik, maximum ilyen movie makinget, hogyha jól tudom, ő régen ezzel foglalkozott. Nagyjából úgy ismerhetik, de szerintem Csében még nagyon ilyen nagyobb csapatban, vagy ilyen versenyen nem igazán lehetett látni. De ezt majd ő magára lehet tudja. Jól mondtad. Na, akkor mutasd be magadat, légy szíves, Szilárd, és akkor majd megyünk tovább lentről fölfelé. Szilárd vagyok, 19 éves, Budapesten élek. Komolyabb csében még nem volt részem. A leghosszabb csapatom az 3 hónapos volt, így jelen még nem vettem részt, pedig nagyon szeretnék. Remélem, hogy most összejön a nyári. Hát, kb. Ennyi, ami a lényeg, 5-6 ezer órán van. Inkább movival foglalkoztam a legtöbbet. Ennyi a lényeg szerintem. Az 5-6 ezer óra azért az nem kevés, úgyhogy azt mondod, hogy nem igazán játszottál. Hát, jó, igen, de a játék kezdete óta megvan. Uh-huh. Spam? Sziasztok, Spam vagyok, 16 éves. Hát, ICL-en vettem rész kb. 4-szer, a legjobb eredményem az egy top 3. hely, szóval egy dobogó. Hát, van benne olyan 4-500 órám, szóval megyeget a csé, azt mondom. És akkor még van olyan, aki kimaradt, úgy érzem, igen. Nem? PNG, Keklul. Hello. Hello. Rólad mit érdemes tudni? Hát, nem sokszor, Faranékkal szoktam játszani. Velük voltam a nyári lanon. Komolyabb csapatban nem játszottam. Spammel szoktam nagyon gyakran játszani, hogy lekerizzen. Igazából szerintem ennyi. Igen, tehát tényleg az utóbbi időben nagyon szerintem Cséhez nem igazán nyúlt a két új ember, aki utoljára volt, mivel nem nagyon játszanak már sajnos Csét. Hát számomra ez viszont úgy, ahogy belecsatlakoztam abba a játékban, amit játszottatok. Ugye láttam, hogy Inferno nagyon szoros volt. Hát, igen. 4-be ötöztek a fiúk miattam. Ó, tehát... És igen, internet problémáink voltak az elejétől is. 3-szor cseréltünk szervert, mert 120-os ping fölött játszott mind a két csapat. Aztán ezt a másik csapat egy kicsit meg is unta. Plusz még kellett pauszt is kérnünk, mert voltak különböző technikai gondjaink, ugye? És hát... kicsit meddek lettek ránk, de szerintem ez döntött a végén is, hogy a fejüket már elvesztették, és tetkesen is látszott, hogy
nagyon nagy különbség van a két csapat között, ami Infernón nem igazán. De mondjuk ezt mondhatom úgy, hogy szerintem négyen a csapatból teljes mértékben utáljuk ezt az új Infernót, tehát én nem érzem nagyon ilyen aktív, kompetitív mapnak. De ez lehet, hogy csak nekem, illetve nekünk ilyen borzalmas. Viszont ettől függetlenül én valahol Cash-en csatlakoztam be még a térfélcsere előtt. Cash-en viszont nagyon simán és gördülékenynek tűnt az egész játék, és nem degradálva az ellenfelet, de nagyon könnyen tudtátok a köröket hozni. És ugyanez azért, ha nem is feltétlen annyira könnyen, de ugyanígy jöttek a körök itt overpasszon is. Hát így van. Volt bennetek kétség afelől, hogy ezt nem nyeritek meg? Talán Inferno után volt, de amikor már Cash-en éreztük azt a különbséget, hogy mennyivel jobban ott vagyunk skill-ügyben, mint ők, és ők már teljesen agyatlanul egyesével jönnek rá. Utána nem volt meg rajtunk ez a stressz, illetve overpasszon is 11-1 után, mert nem éreztük azt, hogy akármilyen esélyünk is lehet arra, hogy ezt elbukjuk. Vagy az esélye legyen az ellenfélnek arra, hogy ő megnyerje ezt a meccset. Az, ami nekem megmaradt, és meg is jegyeztem a közvetítés alatt a nézőknek, hogy, hogy nagyon elvetendő az, amit láttam mondjuk a németektől, amikor itt teljesen mértékben lefőtt a víz, tehát hogy mindenféle egyéb nem sportszerű megjegyzéseket tettek rátok, és minden egyéb felmenőitekre. Ti ezt hogyan fogadtátok, vagy van esetleg, tehát ebben olyan dolog, hogy most emiatt reportoljátok őket az ESL-nél, hogy... Pályátékos fejében ez megfordult, összeteszek az enyémben is, mivel régebben én is kaptam emiatt, vagyis az én csapattársam is kaptak emiatt penalty pointot, és szerintem annyit mindenképpen megérdemel, hogy ez egy tanulópénz legyen számukra, hogy ez nem az a viselkedés, és nem a fair play szintjén van, amit ők itt most képviseltek. Akármilyen szinten is játszanak ők Németországban. Akkor ebben úgy érzem, hogy hasonlóan vélekedünk. Készültök-e majd valamilyen módon a jövő heti mérkőzésre? Ugye... Bocsánat. Óvó bácsik ellen játszatok. Van-e bármi, amit... Nyilván olyan, amit elmondhatok, hiszen nagy veszélyesek ők is hallgatják ez az egészet, hogy most akkor ne kelljen DM-ezni nagy erőkkel, vagy valami más az, amiben inkább a siker kulcsát gondoljátok, vagy reméljétek. Hát őszinte leszek, ez csak egy ilyen mix volt, és az még a jövő héten is egy mix marad, mert három csapattársam sajnos nem ér rá igazából, én egy másik társasággal szoktam csapatozni, és van ugye a többi három srác, akik jönnek beugrani mindig, tehát a Spam, PNG és Benny, hogyha úgy van, kell, bejönnek. De most tervben van egy csapat, amit remélem, hogy esetleg a jövő héten meg is tudunk nekik mutatni, szóval nagy valószínűségben, hogyha ez a felállás marad, akkor nem lesz készülés, mivel ez a három úriember nem nagyon ér rá hétközben arra, hogy játszon, vagy hétvégente sem. A másik line-up-al kapcsolatban pedig nem tudok még nagyon mondani, mert az teljesen friss. Hát jövő héten én bízom benne, hogy most emeltelek hallgatja a másik csapat is, amit mondok, hogy jövő héten ti egymással játszotok. Nyilván ti is most tapasztaltátok, hogy milyen, hogyha nem megfelelő módon kommunikál az ellenfél. Nagyon bízom benne, hogy az, amit mondjuk ilyen nightcap alatt látok, hogy többen nagyon... NETPLAYER GECI! Bocsánat, igen. Ő is egy barát, de... Igen, és szeret Deftől idézni, úgy érzem. Igen. Beteg, hát most előfordul. Hát én bízom abban, hogy az, amit mondjuk Nightcap-on látok a magyar csapatoknál, hogy azért viszonylag jobb hangulatban, és azt mondom, egymást tisztelve és elismerve játszanak, az a jövő héten nálatok is megmarad. És remélem, hogy sikerül úgy összehozni esetleg a jövő hetet, hogy mind a két felet meghallgassam majd, hogy mit gondol az adott mérkőzésről. Én minden esetre gratulálok nektek ehhez a győzelemhez.
jövő hétre, hogyha lesz ilyen, akkor jó felkészülést kívánok számotokra, és remélem, hogy jövő héten egy jó és izgalmas meccset hoztok így az óvó bácsikkal, és lesz lehetőségünk utána még beszélgetni. És reméljük. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltatok, és jó pihenést kívánok mára. Köszönjük szépen, viszont. Hello. Sziasztok. Nos, hát így egy, azt mondanám, hogy másfél mérkőzést sikerült leadni, hiszen amit előbb leadtam, és vége lett az óvóbácsik, ott is egy magyar győzelem született, és itt a most látható másfél mapon az Afterglow eSports megmutatta azt a Stage 5 ellenében, hogy igen, ők is képesek bejutni a top 68-ba, és ez a ma látható két csapat az, akik egymás ellen fognak küzdeni jövő héten, ha minden igaz, akkor jövő hét kedden, hogy ennek megfelelően jövő hét kedden ismét, és szerencsére van magyar érdekeltségi összecsapás, úgyhogy én köszönöm mindenkinek a figyelmet, aki itt volt a mai nap folyamán, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nyilván a játékosoknak is, hogy válaszoltok a kérdéseimre, illetve remélem, hogy a hét folyamán, vagy jövő héten is velem tartotok majd a közvetítések alatt. Úgyhogy köszönöm a figyelmet minden kedves nézőnek, jövő héten, illetve a hét folyamán ugyanitt. Mindenkinek szép estét, sziasztok!